Az amnestia törvényt ugyan elfogadta a szerb parlament, a hatályba lépése viszont csak a hivatalos közlönyben való megjelentetése után 8 nappal várható, mondja Bozóki Antal, a fiúk ügyvédje. Az eddigi elemzéseim alapján mindannyiukra vonatkozik az amnestia törvénynek a harmadik bekezdése, amely szerint amnestiában részesülnek azok az elítéltek is, akik a büntető törvénykönyv 47. szakaszának a második bekezdése alapján lettek elítélve. Ez szerint különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt Máriás István 15, Illés Zsoltot 13, Szakál Zoltánt és Urach Józsefet 11 év 6 hónapra, Horváth Árpádot pedig 10 évre ítélték 2005. áprilisában. Bozóki szerint a fiúk büntetési idejének 10%-át engedhetik el. Horváth Árpád esetében és a többiek esetében is ez azt jelenti, hogy a mai napon 8 évet, 5 hónapot és 13 napot töltöttek le a büntetésükből. Vagyis az én számolásom szerint Horváth Árpád esetében még mintegy 5,5 hónap börtönbüntetés letöltése maradt hátra. Az amnestia törvény hatályba lépését követően a büntetés végrehajtási intézmények igazgatóinak 24 órán belül értesíteniük kell az illetékes bíróságokat. A törvényszék pedig 3 napon belül kell, hogy határozatot hozzon az elítéltek szabadulásának időpontjáról.